Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papsági szent nép. Isten népe, ébresztő! Isten népe, ébresztő! Nagy-nagy szeretettel titeket itt ezen az új hé héten. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fognak következni most az Isten tisztelet után. Istennek hála, fantasztikus alkalmunk volt, és, és és várom azt, ami most következik. Hamarosan, jövő héten már itt van az első táborunk. Úgy készüljetek, kedves testvérek, akik jelentkeztetek. És közben nem állunk le az imával, nem állunk le a, a dicsérettel és az imádattal, nem állunk le Isten igényének a tanulmányozásával és a közösséggel sem. Úgyhogy úgy pihenünk, hogy közben nem kapcsolunk ki az úrból hanem nem az a pihenés, hogy elengedjük fülünket, farkunkat, és, és, és elmegyünk a világi elvezetekbe, hanem Isten szerint való módon. És közben Isten királysága megy előre, de pihenünk, és élvezük az úrjóságát. És tanulmányozzuk Pásztornak a rapszódiáját. Halleluja! Drága mennyi atyám, szeretünk és áldunk téged! Köszönjük ezt az életet, amit adtál. Köszönöm, hogy személyesen kiválasztottál minket, hogy megformáltál, hogy gondod van ránk. És imádkozom, hogy mindenben a te akaratod legyen meg, Uram, hogy sokakat elérjünk, hogy sok lélek hozzád forduljon. Imádkozom a nyári aratásért, mert nyárban gyűjt az összes. Imádkozom, hogy eleget gyűjtsünk a te dicsőségedre, a Jézus nevében. Amen. Amen. A, negyed, a, a negyedik helyi üzenet címe: Isten szeretett csomagja. A János 17.26 azt mondja, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyen engem szerettél, és én is ő bennük legyek. János 17.26 Inspirál téged Jézus? Ha olvasol róla a Szentírásban, akkor inspirálni fog. Licsőséges szavak jöttek ki ennek a galileai embernek a szájából ne felejtsd el, Jézus ban Isten és 100%-ban ember volt. Annyira kegyelmes szavakat szólt, hogy még a szolgák is, akiket azért küldtek, hogy elfogják őt, bizonságot tettek róla. Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Az emberek mindig köré gyűltek, hogy őt hallgassák. Egyszer három napig velek voltak a pusztában, és eszükbe se jutott, hogy hazamenjenek mindaddig, amíg el nem fogyott az ételük. Mégsem panaszkodott senki az éjség miatt csak megelégedtek azzal, hogy Jézusá voltak. Mit adott nekik? Igéket. Ő a szavak mestere volt. Dicsőség Istennek. Noha egy názáreti zsidó ember testében volt, mégis ő volt Isten igéje, ami teremtette az egész világot. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. János 1, 1-3-ig. A Biblia azt is mondja a zsidók 1, 1-2-ben, hogy minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajlan az atyáknak a profétek által, ez utolsó időben szólott nekünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Jézus Krisztus teremtette a világot. Ez nem csak a bolygókról és a galaxisokról beszél, hanem ő alkotta meg az emberi életek idejét és időszakát is. A János 1.14 így szól, az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Áldott legyen Jézus. Az ige, ami teremtette az univerzumot, eljött testben, hogy szeressen minket. Hogyan lehetséges ez? Nem csoda, hogy a Biblia azt mondja, az Isten szeretet. Ez az ő természete, ő maga a szeretet leírása. Isten szeretete bele van csomagolva Krisztus Jézusba. Mennyire szeretem Jézust? Ő a menny világossága és gyönyörűsége. Isten dicsőségének fényessége és ragyogása. Isten világosságának kiragyogása és kisugárzása. Ő Jézus Krisztus. Halleluja. Ő a menny világossága és gyönyörűsége. Isten dicsőségének fényessége és ragyogása. Isten világosságának kiragyogása és kisugázása. Halleluja. Ami nagyon fontos, hogy ez az ige, vagyis ez a mai napi üzenet, az evangelizációs starter pack, az evangelizációs kezdő csomag, a lélek nyerők kezdő csomagja. Hogyan nyerjél lelket? Aláhúzás kettős pont. Isten szeretetével. Isten szeretetével. Isten szeretetével. Nézzük meg pár hibát. Az egyik hiba, amikor keresztény vagy, és a fejéhez vagdosod a hitetlennek a bűneit és az isteni törvényeket. Miért, miért élsz parázasságban? Miért bűnben? Miért cigizel? Miért csinálod ezt? Miért csinálod azt? Ez nem, nem jó Isten szerint. Hát ő meg arra gondol, hogy kit érdekel Isten, nem is érdekel. Nem is akarom, hogy jó legyen neki, mert nem is hiszek benne. Különben sem fogok hinni a te Istenedbe, aki mindig minden csak megszab. Ez nem evangelizáció. Az evangelizáció nem az, hogy felsorod a bűneit az embereknek. Hogyha azt mondod, hogy ó, hát az Ószövetségben is ezt tették, az Ószövetség teljesen más volt. Az Ószövetségben Izraelnek volt egy szövetsége az Úrral, és elfordult tőle. És Isten ezért megintette őket. Most is helye van, de inkább a felfuvalkodott keresztényeket, vagy avó keresztényeket meg lehet inteni igei módon. Hogy ébresztő? Hát ez nem szolgálja Isten dicsőségét. Azt hiszed, hogy az Úr akaratában vagy? Hát közel sem. Van ennek helye. De a hitetlenek felé. Kit érdekel, hogy mit tetszik Istennek, vagy mi nem? Ezt gondolja a hitetlen. A hitetlennek be kell mutatnod Isten szeretetét, hogy vonzóvá váljon számára a hit. Jézus Krisztus, amikor eljött a földre, nem parancsokat dobált, hanem tanított és imádkozott a betegekért. Időt töltött velük, megtisztelte őket, hogy leült velük egy asztalhoz. Leült a vámszedő Zákeussal egy asztalhoz. Leült bűnösökkel, paráznákkal. Amikor egy, egy parázna nő megmosta a lábát, akkor elfogadta. Nem elutasította, mennyi nem te mocskos szajha. Nem ezt mondta. Elfogadta. E, tudnod kell kapcsolódni az emberekkel, tudnod kell szeretetet közvetíteni, és tudnod kell a Szent Szem vezetés által, hogy mi, mikor, tehát beszélned kell az evangélium, de mikor és hogyan. Valamikor a szavaidat kell használni, valamikor aki már hallotta a szavadat, annak nem mondd el 15 gyére, vagy 120 adjára, vagy 1 millió modjára is az evangéliumot. Minek? Hallotta. Jár felé szeretetben, és imádkozz érte. Közben járást folytassál érte. Van a Hogyan imádkozunk hatékonyan című könyv, az meg tudod rendelni tőlünk. És akkor megtanulsz többek között a hitetlenekért is imádkozni. És imádkozol értük, és, és meg fognak változni az életük de szeretned kell őket, hiába imádkozol, ha szereteted nincs ott, akkor lerombolod, amit az imáddal elértél. Imádkozz egy ember életéért, de csak egy törvénykező, vaskalapos, szigorú, ítélkező emberre találja szemben magát. Az nem jó. Különben is. Ha megtartja a törvényeket, vagy megtartja a rendszabályokat, leteszi a cigarettát, abba hagyja a parázasságot, abba hagyja a homoszexualitást, akkor üdvözülni fog. Nem. Mert ki üdvözül? aki befogadja Jézus Krisztust. Én nem pará... Jó, hát há ö, tehát nem voltunk megházasodva a barát nőmmel, aki most már feleségem, az parázaság, de, de nem dohányoztam, nem éltem homoszexualitásban, nem öltem, nem loptam, nem csaltam, nem voltam okkultizmusban. Volt üdvösségem? Nem. Ha megházasodtam volna, de nem csináltam volna semmi mást, lett volna üdvösségem? Nem. Hogyan lesz üdvösségem? hogy befog, hogyan lett üdvösségem, hogy befogadtam Krisztust a szívembe. Erről kell beszélni az embereknek. Beszélned kell Krisztus szeretetéről, és meg kell nézned, hogy az emberek életében milyen probléma van, és azt a problémára megoldást kell adnod. Krisztus a megoldás, ha valaki meg van kötözve. Krisztus a megoldás, ha valaki fél. Krisztus a megoldás, ha valaki szegény, beteg, nyomorult, elhagyatott. Mindenre Krisztus a megoldás. Csak megfelelően tudnod kell tálalni. Ez a szeretet csomag. Amikor adsz egy csomagot, nemrég adtunk át egy gyümölcstálat. A gyümölcstálban volt, nyári gyümölcsök voltak, bogyók is voltak, meg volt benne büszke, meg volt benne barack, meg málna, és el tudsz venni, kinek mi kell, akinek a málna ízlik, azt fogja elvenni. Akinek a barack, azt fogja. Ugyanilyen az evangélium, akinek gyógyulásra van szüksége, annak arról beszél. Akinek szabadulásra, arról valakinek arra van szükség, hogy ne legyen nyomorult, és ne legyen szegény, és tudjon, ne kolduljon az utcán, és tudjon ennyi adni a családjának, akkor, akkor beszélj arról, akkor, akkor imádkozzatok együtt. Tanítsd meg őt imádkozni, hogy, hogy forduljon Krisztushoz, hogy adjon neki mondjuk munka lehetőséget. És, és vagy imádkozzatok, hogy kedves legyen a hitelező előtt, hogy a hitelező ne semmizze ki. Még akkor is, ha az ő hibájából nem tudja fizetni a hitelt. Tehát mutasd be az evangéliumnak azt az oldalát, ami vonzó számára. A Máté evangéliumában, a Lukács evangéliumában és a, és a Márk evangéliumában is búcsúszkodik Jézus Krisztus a tanítványoktól, és más-más dolgot mond. A Máté evangéliumában azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és íme én ti veletek leszek. Tehát az evangéliumnak az egyik oldala a tanítványság evangéliuma, hogyha tanítványát teszed a népeket, akkor Isten veled lesz, és Isten azokkal is lesz, akiket tanítványa tettél. Tehát az egyik, hogy tanítványa válni és követni az Urat, mert veled lesz az Úr. Valakinek erre van szüksége, ezt akarja hallani, hogy vele legyen az Úr. És elmondod, hogy az a megoldás, hogy követed az Urat. Imádkozzunk együtt, hívd meg a Szent Szellemet az életedbe, és járj az Úr útján. A Márk Evangélium a végén csodákat sorol fel. Jézus Krisztus azt mondja, azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, betegekre vetik kezéket és meggyógyulnak. Tehát az evangélium másik oldala, valakinek arra van szükség, hogy démon tűzzenek belőle, valakinek arra van szükség, hogy betegek rárakja a kezét valaki, és ő meggyógyuljon. Akkor valakinek ezt kell elmondanod, hogy igen, hogyha befogadod Jézus Krisztust, és me, akkor meggyógyulsz. Vagy lehet, hogy el kell jönnöd egy alkalomra, és ott fogsz meggyógyulni. A harmadik pedig, amit a Lukácsban mondott Jézus Krisztus, hogy, hogy prédikálni kell Jézus Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatát. Valakinek arra van szüksége, hogy bűnbocsánatot nyerjen, mert bűntudattal él. Úgy gondolja, hogy ő nem elég jó. Lehet, hogy abortuszt csinált, és emiatt gyötri a lelkiismerete. Lehet, hogy lopott. Lehet, hogy kisemmiszte, megalázta másokat. Lehet, hogy valaki már elvált és úgy néz ki, hogy jól él, de közben a szívében ott van a seb, amit neki okoztak, és ami ő okoz, amit ő okozott másoknak. Tehát, hogy valaki lopott a munkahelyéről nagy dolgot, és nyomja a lelkiismeretét. Nem tudod, hogy mi nyomja az emberek lelkiismeretét, nem mondják el. És ha megpróbálod kiszedni belőlük, akkor védekeznek, és támadnak, visszalőnek. Inkább lepleződjél le mint hogy ők. De a Szent Szelem rávilágít ezekre a pontokra, és Krisztusban minden bocsánat megvan. Sok ember azért nem fordul Istenhez, nem azért, mert nem lenne kíváncsi a teremtőre, hanem azért, mert azt hallja, hogy ez bűn, az bűnom, az bűn, tehát ő nem jó a teremtő számára. De ha elmondod neki, hogy minden bűnöd megbocsátatott Krisztus Jézusban a kereszten, sokaknak erre van szükségük, hogy igen, Isten ma is elfogad engem. Csak be kell fogadnom, nem kell fejen állnom, nem kell cigánykereket hánynom, nem kell ö, ö, az összes pénzemet odaadnom másoknak és nekem éhez nem azért. Hogy örök életem legyen, hanem kérem a bűnbocsánatot, befogadom az Urat a szívembe és örök életem van. És a másik pedig, hogy ne legyetek azok az emberek, akik csak. Halleluja. Tehát ragaszkodjatok az igéhez, elsősorban az igével szolgálunk. Fontos dolog az ételosztás, fontos lehet, de mindig az ételosztást, ha csinálsz is, kísérje evangelizáció. Um, mert, mert az emberek, ha csak megeteted az embereket, legfeljebb telehassan mennek a pokóra, ha nem fogadják be az urat. Ezért mindig ott legyen az a szándék, hogy ez csak egy eszköz ahhoz, hogy az emberek megtapasztalják Isten szeretetét. Nem az a végső célunk, mint egy ház, hogy kórházakat, árvaházakat és nem tudom miket üzemeltessünk. Ezek csak Eszközök ahhoz, hogy a kórházban, az árvaházban, meg a hajlítan, a szállón az emberek hallják az evangéliumot. De a végső célunk az, hogy befogadják az evangéliumot, mert ez üdvözíti őket, nem pedig az, hogy segítjük őket nélkül anyagilag. Ezt meg se tudjuk tenni. Ezért fontos ezt tudnod, hogy az emberek felé evangéliummal kell fordulni, mert sokan kihasználnak, akik nem akarják az evangéliumot, csak azt akarják, hogy gondoskodjáróluk, róluk, akkor azok megpróbálnak kihasználni. Ezért fontos, hogy az emberek mindig közd össze ezt az evangelizációval. Tehát evangelizációt csináljál, és ha akarod, akkor segíthetsz anyagilag, vagy bármi osztást szervezhetsz, de fontos, hogy az evangelizáció legyen első helyen, mert az Isten szeretet csomagja ez. Jézus Krisztus, ahogy mondta Kriszpásztor. Most pedig elmondjuk a mai megvallást. Mondjátok utánam, Úr Jézus, milyen hatalmas, és értékes vagy. Köszönöm, hogy bőségesen megmutatott felém irányuló szereteted. Mennyire dicsőséges azt tudni, hogy teljes vagyok benned, az egyedül igaz Istenben. Imádlak téged, dicsőség örökké való királya. elfogadom, és méltányolom a bennem munkálkodó kegyelmedet. Dicsőségeddé, és igazságodát tettél engem. És én örökké szeretlek. Ámen. Ámen, ámen és ámen. Drága testvéreim, kívánok nektek egy fantasztikus hetet. Holnap ugyanekkor ugyanígy találkozunk legyen egy áldott napotok. Isten áldjon titeket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!